A Richter Egészségváros nagyvárosokban meghirdetett ingyenes családi programsorozat az egészség ezreknek, milliók a kórháznak mottót választotta. Ennek érdekében szűrésekkel, egészségügyi tanácsadással, ismeretterjesztő előadásokkal a lakosság prevenciós szemléletének és egészségtudatos gondolkodásának kialakítását, elmélyítését célozta meg. Az Egészségváros program 9 esztendeje kezdődött. Minden esztendőben 6 vidéki és egy fővárosi helyszínt vonnak be a szervezők a programba. Aztán az ember éri az életét, pörög, és egyáltalán nem azon a helyen kezeli ezt, ahol kezelnie kéne. És nem megy el szűrésre, mindig azt mondtam, hogy a kocsit elviszünk, kötelező elvinni a szervizőre, lehet, hogy kötelezővé kéne tenni, hogy mindannyiunkat elvigyenek a szervizbe. Az Egészségváros programnak az az üzenete, hogy addig tegyünk az egészségünkért, amíg mi magunk egészségesek vagyunk. A magyar lakosság általános egészségügyi állapotában a prevenciónak kiemelkedő jelentősége van. Eddig a program keretében mintegy 150 ezer embert szűrtünk le, ennél jóval többen vesznek részt egyébként a programon, és eddig az összadomány, amit átadtunk a programba résztvevő kórházak számára, az több mint 240 millió forint. A szűrési programok közel 50%-ban találnak olyan betegségeket a résztvevőknél, mely további, sok esetben sürgős beavatkozást igényel. A program másik elemeként minden résztvevő adakozhat valamely kórház javára. A lakossági aktivitásnak köszönhetően a legmagasabb összeg, amit egy állomáson sikerült eddig összegyűjteni, megközelítette a 6 millió forintot. A Bonyhádi Kórház 2013 óta próbálja a programot a Völgységi Városban lebonyolítani. Az egész programnak a tulajdonképpen a működése, illetve a tartalma az nagyon korrelál a mi kórházunk működésével, hiszen nálunk nincs aktív kórházi ágy, viszont kronikus ellátás, illetőleg járóbeteg ellátás igen kiterjedt, és ezen túl 4 éve rendelkezünk egészségfejlesztési irodával, ahol hát valóban nagyon jól képzett és elhivatott munkatársaink gyakorlatilag ezt a tevékenységet végzik. A Richter Egészségváros programja szeptember 30-án mutatkozik be Bonyhádon. Az összegyűlt pénzből a kórház betegágyait szeretné lecserélni multifunkciós ágyakra, melyek tovább növelik a betegellátás hatékonyságát.